Sziasztok filmgyűjtők, Norbert vagyok. Üdvözöllek az Unboxing sorozatom következő epizódjában. Mielőtt tovább mennék, kérlek kattints a feliratkozás gombra. Köszönöm! Ennek a videónak az apropóját az adta, hogy nemrég 3 különböző magyarországi webshopból rendeltem filmeket, és ezek körülbelül egy időben futottak be. Lesz itt csomag a Booklinetól, lesz itt csomag a MediaMarktól, és lesz itt csomag a kedvencemtől az Xpress.hu-tól is. Mindhárom csomagot most itt a kamera előtt fogom kicsomagolni, és hát természetesen meg is fogom mutatni, hogy miket rendeltem. Kezdjük is az első csomaggal, mely a Bookline-tól érkezett. Ez a második Bookline-os rendelésem. Az elsővel különösebb probléma nem volt, megérkezett rendben, és ezért gondoltam, hogy a másodikkal se lesz probléma, mindaddig, míg készhez nem kaptam a csomagot. Ilyen esetben, amikor nem tudom, hogy ki hogyan csomagol, oda szoktam írni kommentben egy javaslatot. Ez most is megtörtént, föl is olvasom mindjárt, kérem a steelbookokat külön buborékos fóliába is betekerni, külön-külön, nehogy megsérüljenek a szállítás során, köszönöm. Ennek ellenére mit kaptam? Nézzétek meg, a mozgatom, mozognak a steelbookok is, de nem csak a steelbookok, hanem a steelbookokban a lemezek is. Ez a csomagolás nem valami biztonságos, egyébként azon csodálkozom, hogy senki nem vett ki belőle semmit. És itt ezen a lyukon, amit most itt az oldalsó kamerába is megmutatok, látszik, hogy a 4 darab steelbook csak úgy bele van hányva a dobozba. Természetesen, amikor megkaptam ezt a csomagot, rögtön felhívtam a Bookline ügyfélszolgálatát, ahol az ügyintéző hölgy azt mondta, hogy elolvassák a megjegyzéseket, de valószínűleg a csomagoló kolléga nem látta indokoltnak, hogy buborékos fóliába tekerjék a steelbookokat. Hát, köpni, nyelni nem tudtam. Most komolyan kiadok 20 000 forintot, sőt, talán többet is, 30 000-et, és akkor így bánnak a termékekkel? Valószínűleg többen most megkérdezitek, hogy miért is rendeltem akkor a Bookline-tól, hát azért, mert ők az egyedüliek, akik külföldre is szállítanak. A többi magyarországi webshop még nem fedezte fel az internetben rejlő lehetőségeket, pedig nem, az internet nem ma indult, hanem már legalább 20-25 éve. És még nem jöttek rá, hogy a határon túl is van piac, méghozzá nem is kicsi, ezért szerintem megérné akár külföldre is szállítani Blu-ray-eket is. Na, essünk akkor neki ennek a csomagnak. Hát ezt nem is, ezt a tépőcsíkot itt le se kell vennem, mert szerintem így is ki fogom tudni nyitni. Hát igen, ki is tudom. Úgyhogy mindjárt meg is mutatom a kamerának, a Bookline csak így belehánta a 4 darab steelbookot, és csak reménykedni tudok, hogy egyik se sérült meg a szállítás során. Se buborékos fólia, se semmi, csak így bele vannak hányva a steelek, de hát most én ki is veszem ebből a dobozból. Tehát itt volt ez a doboz, amire most már nincs szükségem. Természetesen volt benne egy számla, amire szintén nincs szükségem. Akkor nézzük is meg, hogy milyen steelbookok voltak ebben a csomagban. Az első steelbook a Deadpool második évfordulós változata. A második steelbook a Hitchcocktól a Szédülés. A harmadik steelbook az új Wanted steelbook. És a negyedik, az utolsó, a Die Hard, a Drágán add az életed 30. évfordulós kiadása. Ez volt tehát az első csomag, és most nézzük meg a következőt. Na hát akkor itt lennék a Hubbahofon. Reméljük nem sokára bejön a Railjet. A vonat az mindjárt indul, bár még nincs bent. De jó sokan lesznek. De hát Győrig valahogy kibírom. Itt
vagyok a komáromi állomáson, és megvan a két csomag. Van egy MediaMart csomag, és van egy XPS csomag. De majd csak otthon fogom őket felbontani. Előttem van a MediaMart csomag, meg is mutatom így a kamerába. Ez egy kisebb dobozban van. Annyit tudni kell erről, hogy ezt egy magyarországi pikpak pontra rendeltem. Ebben elvileg nincsen steelbook, többek között azért, mert már rendeltem a MediaMart-tól, és hát, hogy mondjam, nem nagyon győzött meg a csomagolás minősége, ezért inkább a steelbookokat másonnan rendelem. De itt van ez a doboz, ebben elvileg kettő sima kéktokos kiadványnak kellene lennie. Most fel is bontom. Nézzük is meg, hogy... Na. Így néz ki a MediaMart-os csomag belülről. Ők beleraktak ilyen buborékos fóliát, igaz nem olyat, amilyet én gondoltam, de hát ez is jó arra, hogy ne nagyon csúsztanak a kiadványok a dobozban. Van itt még egy kuponfüzet, amire igazából nekem nincs szükségem. És itt van a kettő kiadvány, melyek ebben a csomagban voltak. Az első a tökéletes hang harmadik része, a második az utóhatás. Mindkettő kiadványt egyébként a múltkori MediaMart-os akció keretén belül rendeltem. Lesz még majd több is, de azok majd a következő csomagomban lesznek, melyek egy másik jelenleg még nem kapható kiadványra várnak, de mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát ez volt a második csomag, mely a MediaMart-tól érkezett, és itt van a harmadik csomag, igazából ez a express.hu-s csomag. Jó nagy, ebben van a legtöbb film. Hát innen már 15 vagy 16 éve rendelek, úgyhogy tudom, hogy mire számíthatok. És természetesen, hogyha gond van a kiadványokkal, akkor a csere sosem szokott probléma lenni, de hát reméljük, hogy nem lesz semmi. Tehát itt van az Express-es csomag. És ezt is most így föl fogom bontani. Ez viszont fog kelleni a... Az Express így csomagolta be a kiadványaimat. Megmutatom ide az oldalsó kamerába is. És ebben is kellene lennie kettő steelbooknak. Illetve hát más kiadványoknak is. Sorba is rakom őket. És akkor jöhet az első. Ez a tökéletes katona második része, a visszatérés. Ennek egyébként az első része már megvan a digibookban, de még fog jönni egy műanyagtokos változat is. Az meg majd egy steelbookban lesz, ha minden igaz. Itt van az utazás a rejtélyes szigetre 3D. Itt van az elrabolva első része. És a 1990 forintos újrák közül itt van az Álmomban már láttalak, a Boldogító talán, és a Csúf igazság. És természetesen, ahogy előbb mondtam, van itt két steelbook is, az egyik az apám nevében, a másik a Hitchcock madarai. És nézzük is meg, hogy mi érkezett ebben a három csomagban. Itt vannak a sima műanyag kéktokos kiadványok. Ebből, ha jól számolom, 8 darab van. És itt vannak a steelbookok, melyekből 6 darab van. Ennyi volt ez a videó. Remélem, hogy azért hasznos információval szolgáltam. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára. Ha kérdésed van, akkor komment formájában nyugodtan felteheted. Addig is maradjatok velem, nézzétek a videóimat, sziasztok!